Népszerű a kézilabda a gyerekek körében, halálos lakóháztűz volt Kunhegyesen. A héten zajlik az oltási hét, ovis programok. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. november 23-án 18 óra 5 perckor. Néhány hete beszámoltunk róla, hogy több tízezer gyermek űzi országosan a kézilabdát. Sajnos a nagyobb városokban nem feltétlen csak a kézilabda az elsődleges, de Karcagon erre pozitív példa van. Szopkó Éva 7 éve játszik. Édesanyja után lett kézis, ő is sokáig játszott a karcagi csapatban. Én is 7 éve kézizek, én is óvodában kezdtem Encivel együtt, és én azért is maradtam itt, mert anya kézizett, és azért is, mert nagyon kedvesek a csapattársaim. A csapat egyetlen balkezes, átlövő szerepében játszik, így néha megtréfálja az ellenfeleket is. Sok emlékezetes meccse van, mert sikeres góllövő. A legutóbbi meccsen, az első félidőben csak én dobtam gólt, 2 gólt. A suli is jól megy neki, kitűnő tanuló. Szeret a sütőkézi suliba járni, sok mindent kapott már itt, a játék sikerek mellett, és úgy tervezi, középiskolásként is a csapattagja lesz. Anya is kézilabdázott, és ő mondta. És minden évben kapunk valamilyen ajándékot, pólót, általában, amikor Mikuláskor is kapunk egy csomagot, abban szokott bögre lenni és zokni, meg édességek. Nagy Enikő Marianna még óvodában kezdte el. Mindkét sütőtestvér tanította, most Edina csapatában játszik. Lassan 7 éve járok, óvodába kezdtem el középsőbe járni. Először Marica néni is, meg Edina néni is tanított engem kézilabdázni. Most Edina néni csapatjában játszok. És miért pont a kézilabdát választottad? Hát igazából úgy volt, hogy apukám elhozott, és nagyon megtetszett a kézilabda, és úgy döntöttem, hogy továbbra is fogok járni, és hát itt vagyok, és nagyon szeretem. Én nagyon szeretek járni, mert versenyt is hagytam ki a kézilabda meccs miatt, mert ez nekem fontosabb, mint a versenyek. A meccs előtt nagyon izgul, de ha pályán van, már csak a játékra koncentrál. Kapura dobni nagyon erősen tud, és beállóban is elkezdett már játszani. Kapura dobni nagyon erősen tudok, és beállóban is elkezdtem most már játszani. Az is megy, de a bal kettesbe vagyok, az megy a legjobban, és azt szeretem nagyon. Nagyon örül, amikor gólt szerez csapatának, akik a nyakába ugranak. Kitűnő tanuló, így nem okoznak neki gondot az edzések. Kitűnő tanuló vagyok már, most kezdtem az 5. osztályt, és úgy néz ki, hogy most is kitűnő leszek. Palkó Zsoltot többen is megdicsérték, ami örömmel tölti el. 2017 óta játszik, osztálytársai mondták, hogy próbálja ki. 2017 óta, tehát ebben az évben lesz 4 éve, osztálytársai mondták, hogy próbáljam ki, én kipróbáltam, és hát eléggé tehetségesnek találtam magamat. Az edzőim is azt mondták, hogy tehetséges vagyok, szóval így elkezdtem komolyabban kézilabdázni. Most 8. a kiskulcsosi iskolában, pályaválasztás előtt áll, és a sportterén is választás előtt áll. A sport fegyelmet, kitartást adott számára. Szülei próbálják lelkileg is támogatni, amit sportemberként a tanulással néha hadilábon állt, de már komolyan veszi. Fegyelmet, kitartást inkább, meg hogy mindig tegyem oda magam minden meccsen, meg hogy ne legyek ideges soha, vagy mindig figyeljek mindig mindenhova. Igen. És ehhez a szüleid mit szólnak? Hát nyilván segítenek mindenben, próbálnak lelkileg is és anyagilag is támogatni mindenben, elvisznek bárhova, vagy segítenek, vagy megvesznek nekem mindent, amire éppen szükségem van. Kedvence a testnevelés, az informatika, a történelem. Emlékezetes meccse az utolsó, ahol sok gólt lőtt, bár nagyon izgul, és még ezt le kell küzdenie. Az utolsó az előző héten volt, ott hát eléggé jól játszottam, ha lehet így mondani, sok gólt is lőttem, de azért ott is voltak hibák. Újabb halálos lakástűz pusztított, ezúttal Kunhegyesen történt tragédia.
Kora este 17:30 körül érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, amely szerint kigyulladt egy családi ház Kunhegyesen a Pósa Lajos utcában. 4 járművel 16 tűzoltó érkezett néhány perc alatt a helyszínre, akik azonnal megkezdték a tűzoltását. A tűzoltók a 100 négyzetméteres földszintes házban beavatkozás közben egy ember holttestére bukkantak. Az történt, hogy ők itt laktak a feleségével. Én külön lakok egy másik házba, ugye az Ádra utca 35-be. És ugye én nem tudom, hogy hogy történt, mint történt a dolog, csak a felesége, a fiamnak a felesége szólt, hogy kigyúlt a ház, már kint vannak a tűzoltók, Pista a fiam meghalt. És arra jöttem el ide. Értem. Én többet nem tudok, értem. Hogy hogy történt, mint történt a tűz. Értem. Köszönöm hogy mi adódott. A ház előszobájában felhalmozott ruhák, papírok, hulladék, illetve a veranda és bútorok égtek. Az 50 négyzetméteren pusztító lángokat két irányból oltották a tűzoltók. Oltás közben két PB-gázpalackot is kihoztak az épületből megelőzve a robbanást. A tűz keletkezésének körülményeit a katasztrófavédelem vizsgálja. Az esethez Abátszalókról, Kunhegyesről, illetve Karcagról érkeztek tűzoltók, 16-an összesen 4 gépjárművel. Az egységek két vízsugárral fékezték meg a lángokat, munkájuk során két gázpalackot is kihoztak az épületből, megakadályozva ezzel annak felrobbanását. A tűzoltók a beavatkozás közben egy ember holttestére bukkantak. Azt, hogy pontosan mi okozta a tüzet, tűzvizsgálati eljárás fogja kideríteni. A mai napon ez a második olyan lakástűz megyénkben, amely tragédiával végződött. A legtöbb tűzeset nyílt láng használatára, elektromos hibára, fűtési rendellenességre, fűzésre vagy dohányzásra vezethető vissza, pedig ezek mindegyike megelőzhető lenne egy füstérzékelővel és egy kis odafigyeléssel. Az átoltottság további növelése és a járvány megfékezése érdekében november 22 és 28-a között oltási akcióhét van a kórházi oltópontokon és egyes rendelőintézetekben. A Jászkunyságban 10 helyen várják a jelentkezőket az akcióhéten. Kórházakban és rendelőintézetekben is várják hétfőtől vasárnapig azokat, akik beszeretnék adatni a koronavírus elleni vakcinát, legyen az az első, második vagy akár a harmadik oltás. Az akcióhéten előzetes regisztráció nélkül lehet oltásra jelentkezni. A cél az átoltottság növelése. Hétfőtől vasárnapig, többnyire reggel 7 és este 7 óra között várják a kórházakban, szakrendelőben az oltásra érkezőket a megyében is, összesen 10 oltóponton. Az átoltottság további növelése és a járvány megfékezése érdekében ugyanis a kormány november 22-e és 28-a között oltási akcióhetet indít. A kórházak országszerte megemelt kapacitással és időpontfoglalás nélkül is várják a még oltatlanokat, és azokat is, akik a második, harmadik megerősítő oltást szeretnék felvenni. A szakrendelőkben kialakított oltópontok nyitvatartása eltérő lehet. Szolnokon a Hetényi Géza kórházban, illetve a rendelőintézetben is fogadják majd a jelentkezőket. Megyénkben Szolnokon 2, Jászberényben 3 oltóponton, emellett Kunszentmártonban, Tiszafüreden, Törökszentmiklóson, Karcagon, valamint Mezőtúron is várják majd a jelentkezőket. Az oltáshoz szükséges beleegyező nyilatkozatot a koronavírus.gov.hu oldalról, illetve a kormányhivatalok weboldaláról is le lehet tölteni. Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics körút 17-es számú óvodájának szüreti projektzáró rendezvényéről Nagy Tiborné intézményvezető helyettest kérdeztük. Köszöntöm nézőket, Táncsics körút 17-es számú óvodában Nagy Tibornével, a Madarász Egyesített Óvoda intézményvezető helyettesével beszélgetünk. Miközben mögöttünk alkotnak az anyukák gyermekeikkel közösen, odakint pedig már mustot is készítettek, tehát azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy egy nagyon jó szüret történjen ma az óviban, de mi is ez a nap pontosan? Óvodánkban ezen a délelőttön a megelőző két hetes szüreti projektunk záró rendezvényét tartjuk a szülők és vendégek részvételével. Ezt a délelőttöt úgy állítottuk össze a gyermekek számára, hogy a szüreti hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységeket kipróbálhassák, kukoricát morzsolják,
varázsoltunk, diót törnek a gyermekek, és amit már Erzsike is említett, igen, most készült az udvaron, melyhez már reggel korán a gyermekek hozzáláttak, leszemezgették a szőlőfürtöket. Egy nagyon aranyos őszi mesét báboztunk a gyermekekkel, ezzel indult a mai délelőttünk. Majd népi hangszerjátékot ismerhettek meg a gyermekek. Ábrahám Anetka, óvodapedagógus kolléganőnk egy gyönyörű szép műsort állított össze, és így a gyerekek ugye a citera játékot megismerhették. Majd egy táncházba csalogattuk be a vendégeinket, és Pincésné Sós Gyöngyike népi parművésszel népi játékokat készíthetnek a gyermekek itt mögöttünk a háttérben, Csuhé babát. Az időjárás most nagyon kegyes, hiszen sok mindent kint meg lehet tartani, és már az újonnan érkezett, szeptemberben érkezett kisovisik is gondolom beszoktak már a csoportjaikba. Igen, nagyon aranyosak a kis csoportosaink. Egy-két betegség miatt, mikor ugye visszatérnek az őbe, egy-két napig még van pityergés, de összességében elmondhatjuk, hogy a beszoktatási időszakunk sikeresen lezárult. Nagyon-nagyon szeretik a gyermekek az óvodában felkínált tevékenységeket. Nagyon muzikálisak. Ugye az elmúlt két hetünkben nagyon sokat hallgattuk az őszi népdalokat. Ezt is nagyon élvezték a gyermekek. Illetve a korcsoportoknak megfelelően olyan tevékenységeket kínáltunk a kicsik elé is, melyben el tudtak mélyülni és élvezni tudták azt a játékot, azt a tevékenységet. Mozzanak az őszi megyei pedagógiai napok, és ön is tartott ennek keretében egy előadást a megye óvónénjeinek. Mi volt a téma? Igen, a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében meghirdetésre kerültek programok, melyek most az egészségnevelés témakörőre fókuszálnak, illetve a pedagógiai módszertani gazdagságát szeretnék ezzel a pedagógusoknak bővíteni. És intézményünk is két előadással kapcsolódott ezen a héten ehhez a programhoz. Én a tegnapi nap folyamán a tartásjavító és lábstatikai tornáról tartottam egy előadást, hogy az intézményünkben, az óvodákban hogyan valósítjuk meg. Ennek része volt egy elméleti előadás, illetve ezt követte egy bemutató foglalkozás dr. Kozákné Győző Erika kolléganőm a Gutenúti óvodában a gyermekekkel bemutatta a gyakorlatban is az elméletben elhangzottakat. És mennyire tapasztalják, hogy a gyerekeknek rossz a tartása, tehát sokan szorulnak gyógytestnevelésre? Sajnos a statisztikák is ezt mutatják, hogy évről évre egyre súlyosabb a helyzet. Nagyon sok kisgyermek küzd luttal, problémával, hanyagtartással, előfordulnak elhízottabb gyermekek, akik kevésbé mozognak. Sajnos ugye a mai világban a mozgásszegény életmód, illetve a genetikai háttér nagyon sok befolyásoló tényezője lehet, és ami nagyon fontos, hogy mind a luttalpat, mind a hanyagtartást az óvodás korban lehet legsikeresebben korrigálni. Az óvodai torna egyrészt a korrekcióra, másrészt a prevencióra fókuszál, úgyhogy azoknak a gyerekeknek is nagyon hasznos lehet, akiknek semmilyen jellegű problémája nincs, de megelőzhető ezáltal. Nagyon sokat igyekszünk tenni azért, hogy a családokat is felvilágosítsuk arról, hogy mennyire fontos a megelőzés. Esetleg egy-egy olyan gyakorlatot megismertetünk a kedves szülőkkel, elhívjuk őket egy bemutató tornára, kipróbálhatják a gyakorlatokat, és azután otthon a család együtt végezheti, és ezáltal ugye hatékonyabbá válik az a mozgás otthon is, itt az óvodában is, és nagyobb eredményeket, sikereket tudunk elérni vele. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!